metró megállónál vagyunk, és a felújítás után, hát, és azt mondom, hogy egész jól sikerült, sőt, azt nézzétek. És itt meghagyták még a régi üléseket is, tehát ezt, eddig talán ez volt a legjobb, amit láttam. Igazából Újpest városka kapu volt, még az elég egyedi volt. Hát most igazából mondjuk azért a sablon itt is meglátszik, ahogy a többi metró felültetek így színvilágban, stb. Viszont itt egyrészt ugye ilyen régi táblát máshol is láttunk meghagyva, de ez most nem én voltam. Viszont ez nagyon tetszik, hogy meghagyták ezeket a régi székeket. Amit több megállóban is dokumentáltam, még itt a déli szakaszon is most fognak lezárni, azzal, hogy valószínűleg nem fognak megmaradni. Ezek még a építéskori székek, gondolom. Ez az utolsó szélső peronos megálló errefele, de a másik oldal is úgy néz ki, de fogjuk, majd át fogok oda is menni, mert itt érdemes. Viszont az majd nagy negatív, azt hallottam, hogy itt nincs lift, de erről mindjárt meg is győződik magunk is, hogy tényleg van-e vagy nincs. Na menjél csak el! És akkor ezt nézzétek. Ez viszont érdekes, és ez a hatalmas pozitívum, hogy ez a kép, ez visszakerült. És a túloldalt is van egy ugyanilyen, meg is fogjuk nézni, de ez nagyon, hogy az visszakerült. Tehát ez itt volt a régi megállóban is, a felújítás előtt, és ez nagy pozitívum, hogy ez visszakerült. Sőt, hogy meghagyták a részéket is, tehát mondom, szerintem eddig ez talán magasan azon a legszebb állomás a felújítottak között, maga legjobban sikerült. De mondom, az nagy negatívum, hogy nincsen lift, az ilyen akadálymentesítés lespódolták, pedig ez felszín közeli ugyanúgy, mint a Forgács utca is volt, tehát meg lehetett volna oda, sőt, másik pedonnál még van is egy teherlift felújítás, sőt, volt is teherlift, tehát miért ne? Miért nem, hogy építették azt be? Tehát meg lehetett volna ezt oldani. Ennyi változott, hogy épült egy mozgó lépcső ide a hagyományos mellé, és teszteljük, mert eddig itt hagyományos lépcső volt, egyébként tényleg ennyi az egész magasság, tehát itt az a hatalmas negatív, mindazok mellett, hogy tényleg az egyik legszebb állomás, ami a maga sikeredett, hogy nincs lift, tehát ezt itt, ezt nem tudom, hogy ezt miért kellett kispódolni, tehát így az akadálymentesítés az itt elmaradt. Ráadásul ott olyan helyeken is meg tudták oldani, ahol biztos, hogy nehezebb volt itt Újpest központ, annyira nem, mert ott volt teherlift, bár nem azt használták, de megoldották Városkapunál, megoldották még azért Gyöngyösinél is, tehát hogy pont itt nem. És látjátok, itt van az aluljárónál, itt sem változott semmi. És akkor nézzük meg. Még pont annyi lehet van az aksiba, hogy még fel tudom menni ezt a pedont, aztán utána vége. És itt még a mozgó lépcső sem működik. Megépítették, de nem működik. És akkor megnézzük az elből ezt a másik rajzot is, ami szintén megmaradt, hogy festményt. És egyébként tessék Szászendre, Dózsa Pannó. Íme is megvan, és na, ilyen. Ja, hogy ez igen reprodukció, tehát nem is az eredetit tették vissza, hanem eredeti stílusot felújították, vagy ugyanilyen stílusban. Na, viszont mondom, hogy ez mindenképpen pozitív, hogy ez megmaradt. Azért még a metró felújítás előtt azért fotóztam körbe szintén, mert nem voltam benne biztos, hogy ez visszakerül. Hát visszakerült. És most fogom majd megnézni otthon a régi képeket, amiket csináltam még a felújítás előtt, hogy akkor hogy nézett ki, és most hogy néz ki. És ott a másik oldalt is egy ilyen.